Élvezzük együtt Kárpáti Johnny műsorát. Jó napot kívánok! Bemutatom, jó, bemutatom kollégáimat, Jászti munkatársait. Az ura a végén találkozunk, hogy egy darajongó, és nem tudom, megkapja a levelet, amit. Meg a levelet, de azt el kellett volna mondanom előtte. Ja, mondta Csaba, hogy bontja fel, te nem baj. Nem, miért, mert? Megmondom, mert az egyik levelet egy hölgy írta, egy darajongó. Igen. 30 év körül, hát nem árult el, és több éve házas, és ő azt hitte, hogy miután férjhez megy, ez a Edda rajongása meg fog szűnni. És nem múlt el. Ez komoly mérgezés. Nem múlt el, úgyhogy bármi búja, baja van, csak Edda zenét hallgat. És ez egy kérte, kérte, hogy széles látó körül persze, mondta, hogy ezt adjam oda a levelet. El. Oké, figyelj, Zoni, lehet. Ahogy a naptáramon nézek, június 27-e nem piros betűs nap a naptárban, viszont az Edda rajongók számára gondolom ünnep ez a mai nap, hiszen végre városunkban látogatott az Edda művek csapata, és annak is énekese Pataki Attila köszöntelek, tehát a Jászság fővárosában, Jászberényben. Úgy tudom, hogy ti voltatok az első zenekar, akik a 80-as években a fővárost megjárván országos hírnévre tettetek szert. A kérdésem pedig a további, hogy nem is a régen megjelent a 20. albumotok. A korábbi albumok sorában ez hogyan illik bele, illetve mennyiben más, vagy mennyiben új, vagy pedig tartalmazza mindazt, ami végül is tartalmazza az elmúlt 20, illetve 19 albumot végül is. Igen, hát néhány dolgot kérdeztél, de a lényeg az az, hogy szevasztok, üdvözlök mindenkinek, és azt hiszem nekünk a Jóisten megadta azt, hogy jó pár ilyen piros betűs nap van az életünkben, hiszen ez a 20. album, mindegyik album megjelenése azt hiszem ilyen piros betűs nap volt, mint amiről te beszélsz. Nagyon-nagyon remélem, hogy abszolút igazad van, és a jászberényeknek is, akik eljönnek a mai bollira, azok, mikor mennek haza, akkor is így fogják gondolni, hogy ez piros betűs volt. Mi ezért mindent megteszünk. Imádjuk, szeretjük, amit csinálunk. Immáron 20 éve szerintem, vagy 18 és fél, mit tudom én mennyi pontosan, nem is érdekel, nem az éveket számolom, hanem azt hiszem ezek a bulik a fontosak, mindegyik koncert, amik az ember lelkében megmarad, hiszen ezek a koncertek azok, amikből lehet a következő lemezt írni. A 20-as albumról nagyon röviden annyit, hogy az élek hatalmas élmény volt, amikor a kezembe vehettem, hiszen az ember nem felejti el, legalábbis nem felejtem el, van, aki elfelejti. Én nem. És honnan indultunk Miskolcról, az alsó színben 4 számról, alul indultam, és én nagy-nagy hívő vagyok, tudok hinni, látok előre, bízok, melózok, küszködök minden. De ezt még én sem gondoltam, hogy a 20-as meg lesz, megmondom őszintén. Megvan, boldog vagyok, örülök neki, és remélem, hogy Jóisten megadja, hogy még... mit tudom, akár meddig még csinálhatjuk, mit bánom, mert nem érdekel, hogy meddig. Ha holnap reggel végül, akkor is gyönyörű volt. A ma esti fellépésetekre milyen számokat, milyen dalokat hoztatok a jászberényi közönségnek? Hoztunk az ujjainkból 3 dalt játszunk, többet nem nagyon lehet, mert azért ott megakad még a buli, mert nem ismerik annyira. Tehát tudjuk, mert ez rutinból, hogy hány nótát lehet egy ilyen új lemezről berakni a programba. Elhoztuk a standard közepét, és hát a nagy régieket is elhoztuk, a kötelezőket, amiket játszani kell, mert ugyan vagyunk vele, mint szóval néhány nóta, amit el kell, mint egy Rollingnek a Satisfaction, vagy valamilyen ilyen típusú nóta, ami standard, muszáj eljátszani, és mi örömmel játszok. Egy abszolút vegyes műsor lesz. A továbbiakban pedig 3 kérdést szeretnék föltenni, hiszen a Jász TV-ben megjelent egy felhívás, hogy a rajongók is kérdezhetnek tőletek. Úgyhogy most engednek, hogy ebből idézzek, ha megengedett, 3 kérdést. Hogyan óvja a hangját a koncertek során a keletkező megerétetőstől Pataki Attila? Rendszeresen így csinálok, hogy az igazság az elmúlt évek azért meg egyfajta rutinra szertettem, és tudom, hogy mit lehet, és hogyan, és milyen formában. És tényleg azt hiszem, hogy a határokkal is tisztában vagyok. Tehát nézd, például nem bírom annyira szénsavas üdítőitalokat, tehát nem vágok be vadállati jéghideg szénsavas üdítőitalokat egy turnéba. Relatív vigyázok rá, de nincs túl kezelve a dolog. Valami mázni van, mert a lánynak általában ilyen kötélvastagságú hangszálai vannak, biztos. Én még nem néztem meg egyszer, se próbáltam, de nem láttam. Kiktől és honnan tanultál az idők során? Énekesektől, zenészektől? Kiktől és honnan tanultál? Nem tudom, énekelni aztán, hogy senkitől nem tanultam. Egyetlen egy személy volt, akitől tanultam énekelni, az édesanyám volt, amikor a Gyura Deszka mellett elkezdtünk énekelni a Pacsirt a rádió mellett, még annó akkor. Én autodidakta módon kezdtem, aztán később megpróbálkoztam avval, hogy
tanulok, elmentem egy színházba, még ugye 8-as lemeztáján egy 55 év körüli hölgy volt, aki zongorista volt, és tanította a színészeket Miskolcon énekelni. Elmentem, elkezdtem skálázni, 10 percet elskálázgattam, vittem egy üvegitalt és őnek, hogy hát valahogy elnyerném a kegyeit, és mondta, hogy Attila, figyelj rám, hallgass ide, a piát itt hagyhatod, te menj a francba, hagyj engem még először, ez egy kialakult hang, vigyázz rá, ha lehet azért időnként melegíts be, foglalkozz vele, ne le tönkre, kincs, azt mondja, hagyj engem a színészeim elé, ha jó végesek, azt mondja, menj a fenébe, hagyj engem végén. És mindegy, azóta azért úgy magam ugyan kezelem, meg vigyázok, meg bulírat azért úgy, ahogy beénekelem magam, de nincs semmi nagy titok. Mária Callas szivarozott és viszkit ivott, és elég jól énekelt. Jelentem még neked egy-egy meglepetést, egy-egy koncert? Most mondhatnám azt, hogy mindegyik koncert meglepetés. Olyan szintű meglepetés az a koncert, amilyennél te teszed, amilyennél varázsolja az ember. Én igyekszem minden koncertet úgy elvarázsolni, hogy amikor hazamennek, akik eljönnek a bowling club, mert ezekben nehéz időkben megváltják a jegyet, azok azt mondják, hogy igen, ez megérte, ez jó volt. Talán ezért tudunk létezni, imádattal szeretjük ezt az egészet, színpadot így, ahogy van, közönséget is. Tényleg azt hiszem, hogy nagyon nagy botorság lenne, a bolondság az ember nem becsülné meg azt, hogy 20 éve ott lehet a színpadon, és eljönnek az emberek, és megtapsolják. Ez olyan lehetőség, amit nagyon meg kell becsülni, megtesszük. Az utolsó kérdés pedig egy Edda rajongó fogja föltenni, aki itt áll mellettünk. Tedd föl, gyere! Kiteszi, vagy ő? Te is feltennél egy-két kérdést. Nem? Szeretném bemutatni ifja Petró Tibort, aki felteszi az utolsó kérdést. Először is fogyaszt szeretettel, egészséggel. Én megmondom én, hogy Zsigmond király borsom, ez nagyon tuti. Egy, kettő pedig rettentes jó tempóból osztod, mert kicsikalasszonynak a basszusgitárosnak ma van a születésnapja, hogy benn ott már egy ilyen nagyon csendes, ami belefér mi koncertről egy kis pohárbe, akkor kicsi, ezt kicsinek én átadom, hogy megmondom, hogy te küldted. Jó? Azt mondjuk neki, benne vagytok, oké? Okay? Ja. És szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy Edda rajongó tisztában vagyok, mert a jársságban lesz még esetleg Edda koncert a jövőben, és idén. Azt a széles vált tudja megmondani, mert ő a menedzserünk, tehát ő tudja megmondani, hogy... És az mikor lesz? Augusztus 9, vagy augusztus 8. Augusztus 8. És az nagyon jó, hogy szabadságra van időtök esetleg? Az mi? Szabadság. Arra nincs. Mondja, az nekem árt. Az nekem árt. Nekem árt a szabadság. Az tönkretesz, attól beteg leszek, az bizonytalan át, ezt nem. De viccen kívül azt mondjam, két és fél vagy három éve nem pihentem, és most átlapítottál a lényeget, tényleg szeptemberben olyan időm, amikor szeretnék egy három hétre meglógni saját magam elől, mert én vagyok a főnök. Saját magam elől, és szeptemberben olyan egy kis pihi, és aztán neki az ősznek, és elkészülni a december 26-ai BS bulira, ami azért nagyon oda kell pakolni, mert az utolsó BS bulin 4 óra 35 percet játszottunk. Na most ezt meg kéne dönteni, nem Csabi valahogy? Úgyhogy azt hiszem, megpróbálkozunk valami rettenetes nagy kunsztal. Akkor sok sikert kívánok jövőben, és várunk benneteket minden évben. Jó, köszönöm nyilván. Szépen, kedves, szia, szia. Az mi? Hát, kérek szépen, ez pedig az én ajándékom, a jársák híres gyümölcse, a Johnny cseresznyéje. Úgyhogy fogad egészséggel. Ez nagyon jó tempóban volt, tehát én gyümölcsevő vagyok. Végezetül pedig csak rá kérdeznék, hogy mit gondolsz, miért kaptad ezt az üvegbort, és miért nem mondjuk sör kaptál ajándékul? Talán aki ezt sugalta, annak, aki akarta hozni nekem ezt az ajándékot, vagy ötletet, az sejtette valami, hogy én borkedvelő vagyok, kimondottan borkedvelő, bortisztelő, nem csak kedvelő, bortisztelő. Tisztelem a jó bort, és azt hiszem, hogy ez a bor, Zsigmond király bora. Valamit kéne tudnom a történelmről, ugye, hogy ma mi van? Azt hiszem, hogy valamit kell mondani, akkor árul, de... Ezért mondom, hogy miért kell, mit kell tudnom még, árul, de nem baj, nem tudok én mindent. Elárulom, én sugar... mindent tudok. Én sugaltam neki, hogy bort hozzunk te neked, ugyanis közel két éve találkoztunk Jász áruszálláson egy diszkóban, ahol kiderült, hogy te a sörnek nem tudsz átani, hiszen, ha jól tudom, másnap a zenekar egy sörfesztiválon lépett föl. És akkor nekem ott elárultad, hogy te mégis borkedvelő vagy, úgyhogy ezért osztuk az üvegbort. De Kicska Laci, a basszusgitársunk, ő viszont abszolút sörkedvelő, és időnként meg szoktuk egymást lepni. Ő neki bort kell, én nekem sört. Egy kérdés az, hogy Edovin nevezetű borod. Igen, volt egy ilyen, aztán most kimaradt másfél év, és ősztől szeretném újra talpra állítani azt a céget, amelyik szintén újra fogja forgalmazni az Edovin bort, különösen a tokai, hát azok tokai borok lesznek valószínűleg, de nem biztos, mert lehet, hogy más jelentkezés van rá. Oké? Okay? A Jászbrejnek mondjuk el, hogy hol találtad az üzlet, hol
ez a kis üzlet, ami... Ezt még nem tudjuk elárulni, az ősztől lesz csak. Ez csak ősztől. Keresétek, arra a kutaknál biztos, hogy ott leszünk, és még jó pár helyen, jó? Gyerekek. Tehát fogyasszad egészséggel a exkluzív italok boltjának az ajándékát. Úgyhogy sok sikert kívánok, és találkozunk szerintem egy év múlva ugyanitt a szabadtéri színpadon. Úgy legyen, neked legyen igazad, jó? Sziasztok, köszönjük szépen! Let's go.